Vizsgálat indult Franciaországban annak kiderítésére, mi okozza, hogy gyerekek kéz vagy kar nélkül születnek. A vele született rendellenességekre évek óta nem találnak magyarázatot. Az ország nyugati részén Gidelben és Muzejben 3, illetve 4 ilyen eset volt néhány évvel ezelőtt. Az M megyében fekvő Drújában pedig 18 rendellenességet regisztráltak 2000 és 2014 között. Franciaország szerte 6 intézményben dolgozzák fel a betegségről gyűjtött információkat. Egy lyoni központban arra keresik a választ, hogy M megyében egy nagyjából 20 kilométeres körzetben miért születik az átlagnál sokkal több fejletlen kezű gyerek. Nem tudjuk, hogy mi okozza ezt. Az ételek, a víz, a levegő? Semmit nem tudunk erről. De azt gyanítjuk, hogy egy olyan anyag lehet, amely az anyák környezetében van jelen, és elég erős ahhoz, hogy megakadályozza a karok kifejlődését, magyarázza egy epidemiológus. Drúja városa környékén 50-szer több a vele született rendellenesség, mint Franciaország más részein. Sok család régóta aggódva vár választ arra, hogy ez miért történik. Agnès Buzyn egészségügyi miniszter közölte, hogy az országos vizsgálat eredménye jövő januárra várható. Környezetvédők azt gyanítják, hogy a mezőgazdaságban használt vegyszereknek is szerepük lehet abban, hogy rendszeresen előfordulnak vele született rendellenességek Franciaország keleti részén. Közben pénz hiányában veszélybe került annak a civil szervezetnek a működése, amely az efféle esetek okát kutatja.